Sziasztok, itt vagyunk az Offline és a sneakerbox.hu közös nyereményjátékának átadóján, ahol is mind a gördeszkásoknak, mind a BMX-eseknek kisorsoltunk egy-egy csukát. Az egyik az egy Fallout Slash modell volt, a másik pedig egy Nike Mogan Mid 2-es. Midwest, let's go. If hip hop should die before I wake, I put an extended clip and body 'em all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. If hip hop should die before I wake, I load an extended clip and body 'em all day. Roller every station, wreck the DJ. Roller every station, wreck the DJ. Akkor első körben megkérnélek titeket, hogy mutassátok be magatokat egy pár mondatban. Szia, Károly Péter vagyok, egy másfél éve végeztem a sulival, azóta én önmegvalósítást nyomok, igazából griptépeket csinálok, gördeszkákhoz, longboardokhoz, cruiserekhez, van egy kis műhelyem a telepen. 4-5 éve deszkázom, abból egy másfél-kettőt kihagytam. Bagosi Péter vagyok, 17 éves, nagyjából 3,5 éve BMX-ezem, a haverok rángattak bele ebbe a sportba, meg a BMX-es videók. Én inkább ilyen szállogató stílusban biciklizek. So people, who's the top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? Volt pár etniszem, azok bejöttek, eléggé tartósak voltak. Volt egy Fallenem amúgy, egy Chris Cole modell, az viszont kicsit ilyen boomslip fajta volt, az annyira nem tetszett. Ezen kívül Vance-eket használtam elég sokat. Nagyon bejöttek, nagyon jó volt őket használni, könnyű volt megszokni. Viszont tartóság szempontjából nem voltak épp a legjobbak. A talp, meg az oldalrész, ezek elég hamar kiszakadtak. Nagyon sok gyártó az ráállt erre a fűzővédésre, hogy ne szakadjon a fűző, oda volt valami, belülre volt, ez nem tudom, hogy van csinálva. Ezt most kicsit hiányolom, mostanában ez nem annyira pörök, hogy így fűzővédős cipők, és ez tök szar, mert elég hamar elszakadnak a fűzők. Volt már pár cipőm, Nike 6.0, inkább az, meg DC is, de a Nike 6.0-ák bírták a legjobban, mert annak a talpa így barott szélű volt, és így nem jött le a talpa. Ezt egy kicsit mostanában hiányolom az új Nike cipőkből, szóval nem tudom, hogy ez hogy fogja bírni, de ahogy kinézem, elég masszív és jó, mert a bokámat is védi, a vászpöriktől, meg a hasonlóktól, szóval így szerintem biztos jó lesz. Először befogom így egy 2-3 hónapra utcára, kezd rendesen használódni, akkor így befogom BMX-ezésre, és így akár egy fél évig is kibírja. Légy szíves, foglaljátok össze egy pár mondatból, hogy milyenek voltak az első benyomások a cipők. Igazából elég hasonló fajta ez a Fallen, mint amiket én mondjuk úgy szeretek. Volt egy hasonló Vance-em, egy Dustin Dolin modell, aminek elég hasonló formája volt. Tök jól néz ki amúgy ez a kopás dolog, meg a varrás, hogy ez a rainbow style, meg hogy ilyen színes lesz, erre azért kíváncsi vagyok. Talp, egy kicsit csúszósnak érzem, de azt gondolom, hogy így talán ez mondjuk lehet, hogy változni fog most, hogy így új, talán ezért még csúszósabb. Amúgy jól fogja a lábat igazából, szeretem ezt, mikor benne van egy ilyen gumi, ami a nyelvet összetartja a belsővel, és ezt mondjuk tök sok gyártó nem, vagy hát nekem eddig egy pár cipőm volt, amiben volt ilyen, ez most a második így. Alacsonyabb cipőim voltak, soha nem volt tépőzáros cipőm, de ahogy ezt egyből felvettem így, mintha én terveztem volna úgymond ezt a cipőt, szóval így érzem, hogy így van rajtam valami, meg hogy fogja a bokámat, meg minden, szóval elég jó lesz, meg különösen tetszik, hogy ilyen lyukacskák vannak a cipőben a szellőzés véget, meg nagyon tetszik, hogy ez a kis logó itt, hogy ilyen kis ezüstféle, meg tetszik a lapos cipőfűző benne, szóval elég jól össze van hozzá szerintem. Ismét itt ülünk az Erzsébet téren, bár nagyon szép az idő és még meleg van, de közben eltelt másfél hónap. Péter és Péter letesztelték a cipőjüket, erről fognak egy kicsit mesélni nekünk. Először is én általános benyomásokat szeretnék kérni a cipőről. Lehetett benne érezni a deszkát, nekem nem volt, nem szeretem annyira boomslip cipőket, ez nem volt túlságosan az, úgyhogy elég kényelmes volt. Mikor kezdett el színesedni egyébként? Az első hét, egy másfél hét után volt az, hogy akkor így ez a fekete elkezdett eltűnni, és akkor elkezdett kékesedni mondjuk itt az ornád. Itt például ilyen pirosas, itt ilyen kicsit ilyen zöldes. Igen, mindenki más talán. Igen, mindenhol más színe van, azt néztem. Szerencsére nem szakadt el a fűzőse igazából ez alatt az egy hónap alatt, még itt azért lett mondjuk két hét. Voltam benne streeten, parkba, trailszen,
és hát mindenhol nagyon jól teljesített. Hát egyszerűen ez a legjobb cipőm, ami eddig volt, mert már mindegyik szétkopott volna, vagy a talpa is szétment volna. Nagyon akkor alászod rendesebben másfélben? Így van, futzsemes trükkök ezerrel, porba mentem, még a boltba is ezzel mentem. Hú, szóval. A boltba az nagyon az a legdurvább egyébként, ez nagyon eszi a cipőt egyébként. Eléggé. Mesélj egy kicsit nekünk a cipő talpáról is, hogy milyen szolgálatot tett. Tök oké volt, egyáltalán nem volt vészes beleérkezni úgy mondjuk egy trükkbe, hogy a deszka kirepül alólad és csak ott bele csattansz a betonba, egyáltalán elég jól tompított igazából. A talp is annyira volt vastag, hogy így tök jól éreztem a deszket, teljesen tetszett. A talp az nagyon jó, főleg nagyon jól tompítja a trappolásokat, meg az ilyen szintezéseket, főleg mikor így elrontottam, vagy valami ilyesmi volt. Még itt a szélén az a vicces, hogy nem varrod, de ez egy kicsit ilyen idegesítő volt, mert azt hittem, hogy szét fog menni, de hihetetlen, mert nem ment szét, szóval elég furcsa, elég jól megcsinálták. Tépőzáron meg annyit, hogy nagyon jól védi a bokámat, és elég durva megjelenést ad a cipőnek. A foodjam trükkök azok nagyon szokták gyűrni a cipőnek az orrát. Igen. És arról mi a véleményed abban, hogy teljesített? Hát így 2-3 napot így azért kellett benne bicózzak, hogy így kicsit így a lábom alakját felvegye, de teljes mértékben bírta, szóval én le a kalap előtte, szóval tényleg. Jó. Szuper, fantasztikus cipő. Ez volt a sneakerbox.hu első videós cipőtesztje. Köszönjük szépen a két Péternek, hogy betesztelték nekünk ezt a Fallen és ezt a Nike cipőt, és természetesen köszönjük az offline shopnak is, hogy biztosította a lépőket a tesztekhez. Azt hiszem zárszóként megállapíthatjuk, hogy a gördeszka és a BMX igencsak másféleképpen eszi a cipőket. Gördeszkásoknak azt hiszem kicsit gyakrabban kell cipőt vásárolniuk. Sziasztok!